ezt akarom még ide felszúrni, mert most ez is egy újdonság, hogy Revoluttal lehet fizetni, ha valaki szeretne. Otthonunk bejárata előtt kialakított kis standjukat rendezgeti a Gyergyószentmiklósi Csizmadia tímea. Péntekenként ide pakolják ki előre lemírt és felárazott zöldségeiket, 8 fajta paradicsomot, uborkát, zöldbabot, cukkinit, levesbe való zöldséget és egyebeket, ami a kertjükben megterem. A kis stand rendkívülisége nem csak az, hogy biozöldségek vannak rajta, hanem az is, hogy a vásárlók becsületére van bízva a fizetés. Vagyis az asztalon levő becsületkasszában kell elhelyezni a kiválasztott zöldségek ellenértékét. Hallgattuk az előbb, hogy mondja a néni, hogy és ez itt van minden pénteken? Igen, itt van. Hova kell rakni a pénzt? Eddigi tapasztalatuk szerint a becsületkasszás fizetési rendszer működik. Az emberek kifizetik az elvitt zöldségeket. Jó. Pozitív a tapasztalat, igen. Uh-huh. Igen, meg is egyeztünk. Van egy bizonyos összeg, hogyha az mínuszba túllépjük, akkor nem szívesen csináljuk. Vagy ha több héten keresztül mínusz lesz, akkor nem az nekünk, ami, hogy nem tudjuk értékesíteni, és azért raktuk ezt ide ki, hanem egy olyan, úgymond könnyebbségnek lássuk az értékesítését ebből a szempontból. Igen, és van, akinek egyszerűbb így, mert van, aki az nem szeret telefonálni előre, hogy na, nekem kéne ez, meg az, csak van olyan, hogy elfelejt is. Na, így egyszerűbb azoknak, akik csak idejön, megvesz és elvitte, kész. Az asztalt napközben többször újra pakolják, ha elfogyott az áru, de van, hogy más teendőik miatt egész napra felügyelet nélkül hagyják. De mikor például valami dolgunk van, el kell menjünk, akkor mindenből feltöltsük, és akkor nyugodtan el tudunk. Itt hagyjuk, igen. És nem féltek, hogy valami baj? Hát most maximum elviszik, de annál nagyobb kár nem lesz. De amúgy biciklivel szoktunk jönni normális esetben, csak most még akarunk máshova is menni, és akkor így összekötjük a kellemeset a hasznossal. Folyamatosan érkeznek a vásárlók is. Van, aki már ismeri a pénteki standot, megszokta és beiktatja a vásárló körútjába, mások csak most barátkoznak az újdonsággal. Ez a fiatal anyuka, törzsvásárló, fontosnak tartja, hogy kisbabája biozöldséget étkezzen. Tényleg sokan tudják, és mi is terjesztjük az infót, mert fontosnak gondoljuk, hogy a hazait azt támogassuk, és főleg, hogy ilyen vegyszermentesen termelnek, főleg ilyen apróságoknak a lehető legjobb. Hát ez volt az udvaron a harmadik fólia, amit felépítettünk. Az egész vas szerkezetet azt saját magunk állítottuk össze. A becsületkasszával ellátott standot követően azt is megnézzük, hogy hol terem a sok finomság. A fiatal házas pár évekig Svájcban dolgozott, ott tanulták meg a zöldségtermesztés és a biotermesztés alapjait. Biofarmon tanultuk, igen. Hát ott dolgoztunk 17-től egészen, hát még a tavaly is visszajártam oda Svájcba, úgyhogy téli szezonban itthon nehezebb megélni, úgyhogy még ott dolgoztam télen 3 hónapot, és ott tanultuk. Az ötlet is, hogy csináljátok? Onnan jött el, igen, az ötlet, hogy átkerültünk mi a biofarmra, és akkor úgymond megszerettette a főnök ezt az egészet velünk, mert egyik az, hogy bizalmat adott, és ezáltal így megszerettük. Hazatérésük után elhatározták, megpróbálnak Gyergyószentmiklóson is létrehozni egy biokertet. A 4. éve működő kis gazdaságban, ma már kisfiúkkal közösen folyamatosan kísérleteznek. Figyelik, mire van igény, mi terem meg, melyik zöldség szereti a helyet. Döntésüket nem bánták meg. Mi ebben nem dolgoztunk palánta nevelésben, mi mindig inkább az ültetés, szedés, gondozásba. Ugye mi is még most tapasztalgassuk, hogy is kell csinálni igazából, de ebbe a fóliában mi van, az egész palántát mi csináltuk, úgyhogy most már jövőben jó sokkal, most már nagyobb a tapasztalatunk és több a tapasztalat. Szeretni kell, amit csinálsz, vallja a fiatal pár. Ez látszik a munkájukon is. Idén belevágtak abba is, hogy megszerezzék a biominősítést, amely garantálja, hogy a termesztési folyamat során nem használnak semmilyen vegyszert. Ez még egy lépés céljaik irányába. Ami nem más, mint egy olyan rendszer kialakítása, ami biztosítja a kis család megélhetését. Úgy, hogy közben minőségi zöldséget termesztenek, és a becsületkasszás módszerrel talán még a közösséget is formálják.